Jó ütemben haladnak a munkálatok. Hamarosan elkészül a körforgalom a 38-as számú főúton Nyírtelek előtt. A nyugati elkerülő harmadik befejező ütemének beruházásában két körforgalom is épül, a másik Nyírszőlősnél. A 38-ason április elejétől jelzőlámpás forgalom irányítás mellett egy sávon halad a forgalom. Most a forgalom félpályás útzárban jelzőlámpás forgalom terelés mellett haladhat. A jövő héten ebben történik egy változás. Arról az irányról, ahol most halad a forgalom, át fogják terelni a másik oldalra a forgalmat, pontosan azért, hogy a másik oldalon is ezeket a kötőrétegig tartó munkákat be lehessen fejezni. A másik körforgalomnál a 38-22 és a 38-18-as kereszteződésében ott még a földmunkáknál tart a kivitelező. Természetesen picit hátrébb tart a munkák szempontjából, de ez az ütemezésnek alapvetően megfelel. A földmunkák után kezdődhet el a pályaszerkezetnek majd az építése. A másik körforgalomnál majd július hónapban kell forgalomkorlátozásra számítani. A nyugati elkerülő kiépítésének különlegessége, hogy egy vasúti vasbeton szerkezetes hidat is kialakítanak. Az elkerülő a Budapest-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza vonal felett halad át. Az építés a közművek kiváltásával kezdődött tavaly nyáron, utána lefektették a cölöpöket, májusban a gerendák is a helyükre kerültek, most pedig pályalemezt építenek. A következő lépés a szigetelési fázis, majd a különböző aszfaltrétegeket helyezik magára a híd műtárgyra. A beruházás részeként egy 3,7 és egy 4,1 kilométeres útszakasz épül. Ennek köszönhetően Nyíregyházát teljesen elkerüli a teherforgalom, így csökken a közlekedés zsúfoltsága és a zajterheltség is, valamint a levegő minősége is jobb lehet a városban. A fejlesztés összköltsége közel 10 milliárd forint, ezt az állam biztosítja. Ezzel én azt gondolom, hogy az egész országban egyedülálló autópálya összekéttetéssel rendelkező ipari gazdaságfejlesztési terület nyílik meg. 10 kilométeren belül elérhetne az autópályát és a belvárost, ez európai szinten is unikum, és ezzel tudjuk segíteni azt, hogy a munkahelyteremtő beruházások még nagyobb mértékben induljanak. A projekt hivatalos befejezési határideje 2019 évvége, de már jelenleg is 80%-os a készültségi szint. Ennek köszönhetően akár már szeptember végén is átadhatják az útszakaszt. A nyugati elkerülő Nyíregyháza második ipari parkjának kialakítását is nagyban elősegíti. A városnak ez az a része, a Tokaji úttól az M3-as autópályáig az út mindkét oldalán, ahova tervezték a gazdaságfejlesztési területet, ez több ezer hektárt jelent. A LEGO már vásárolt itt területeket, de több céggel is folyamatos a tárgyalás.